vagyok, és egy spin&go streamer fogok most jelentkezni. Hasonlóan a múltkarihoz duplázgatós játékot fogok játszani, 15-ről kezdek, és hát megpróbálom a 100-at is még megnyerni. Első körben szerintem ilyen egy-két asztal környékén fogok játszani, aztán meglátjuk, hogyha esetleg uncsi, vagy nem úgy pörög, akkor konyítok még plusz asztalokat. Úgyhogy jó szórakozást kívánok mindenkinek. Szokás szerint nem lesz annyira szakmai, azért a tartalom próbálom egy kicsit lájtosabbra venni, de mindenképpen lehetőleg ügyesebben játszani. Úgyhogy lassan nyitom is az első kis asztalomat. És igen. Még egy Star Sapper kéne nekünk? Nem kéne. Ho! Ho! Hát ezt azért lekorralom. Wow! Hold. Hold. Na, jó. Easy game. Játszatok spin&go-t. Egyszerű pénzkereset. Nem kell sokat agyalni. Megyünk még egy kört. Közben elindítom, amely automat veszek. Na, hát ez soha rosszabb kezdés. Soha rosszabb kezdést. Oks. Na. És ha minden igaz, akkor rá is tudok zoomolni a kis asztalomra. Ó, szuper. Jó. Első hand. Sokat izóznék itt, vagy hát nem sokat, de azért nem nullát. Most ezt a checkbe kell. Dáma 5-öt. Kicsit a range-em alja itt. És most elresztünk egy jó 25-öt. Ugye azért egész keveset kéne limcébe telnünk vakharcban, viszont azért azt tapasztalom, hogy főleg így alacsonyabb téteken fisek szeretnek overfoldolni. Bőven. Rengetegszer van az, hogy egyszerűen nem védenek eleget, dobnak ilyen 50-55% környékén is. Ami nekünk ugye baromira megéri a limcébe telnünk. Oké. Okay. Érdekes, hogy nem fordult bluffbe, szerintem azért ezt lehetett volna ütni tőle. Jó. Reméljük, hogy sikerült elhárítani a technikai akadályokat. Elnézéseteket még ezúton is a múltkoriért. Kicsit nehezen sikerült elindulnunk ezt a csatornát. De talán most már minden rendben lesz. Jó, hát egyet azért itt mindenképp kólolok. Lehet, hogy kettőt is. Jó. Így viszont, hát szerintem vannak azért ott hetesek, esetleg egy-két gyengébb 9-es, beesett lapok, 4x-5x-szerűségek, pici value bet, tökéletes jó. Csekkel se lett volna semmi gond. No. Közben megnyitom a Twitch-ünket, hogy minden rendben van-e. Jó. Na,
szuper, látom magam, úgyhogy szerintem itt nem lesz gond. Aks. Na. És ha minden... Oké. Ezt most betolom. Király Bubi betreppelt. És jó. No, hát az első... Ja nem, hú, ezt még nem nyertem. Elkiabáltam. Megszoktam az előbb, hogy egy hand alatt két ember szedek ki. Hedzebben vagyunk. Tök jó spot. És lehet, hogy nyitok egy ládát ezután. Ugye a legutóbbi nagy húzása a PS-nek, hogy ilyen ügyesen átalakították a VIP rendszert. Nagyon örülünk neki. Ja nem. Hát ez szerintem viszonylag easy call. Főleg úgy, hogyha dáma 9-et mutat. 10-es. Így is jó. Na! Hogy kell ezt nyitni? Ez életem első ládája lesz, amit én most ki fogok nyitni. Megnézhetitek élőben, hogy nyitad. Hopp. De izgi. Na gyere. Mit kell vele csinálni? Mit kell vele csinálni? $3! Meg 250 valami. Meg 43 valami. Jó van. Királyság. Bejött az élet. Akkor fölmondtam. Viszont nyertünk két darab 15-öst is. Szóval akkor nézzünk egy 30-at. Mit dob? Nem lesz nagyon nagy. Ó, jó 120. Hogyha nyerem a 120-at, szerintem akkor lépek 100-ra. Mégis miért ne? És mellé, meg szerintem benyitok még egy 15-öst. És kirakom fullba. System audio. Oké, köszi a visszajelzést. Némítom a system audiómat. És hangosítom a mikrofonomat. Úgy. Na most elvileg állítottam rajta, remélem, hogy így jobb lesz. Oké. Sorry. Szerintem azért ő próbolt volna, hogyha van valami lapja, hogyha sorra vagy flösse van. És nem tettem volna föl, hogy le fog kólolni. Nagyon sok, egy pár típusú lappal. Hogy azért kicsit nagyobb volt a size, nem akartam nagyon picit betelni neki. Lehetett volna talán még nagyobb is. Van 3 perc delay, úgyhogy lassan megérkezik a jó minőségű hang hozzátok, remélem. Kilences se, value bet. Valami kis picike. Ezt nem hagyjuk azért neki ingyen. Alacsonyabb téteknek szerintem egy nagyon fontos kulcsa az, hogy merjünk pofátlanul vejúbetelni. Ez magas. Tök jó, pont az ilyenek miatt, mert egyszerűen szét fognak minket kólolni. Vagyis nem is feltétlenül azt kéne mondom, hogy alacsonyabb tétek, talán az, hogy gyengébb játékosok vagy hobbisták ellen. Érdemes, mert nem nagyon szeretnek dobni, és néha-néha még egy ilyen 20-30-40 zseton, hogyha benne van a partiban. Ezt érdemes azért meglőni, mert ugye
spin&go-n 5 chip az 1% ROI-t ad. Tehát, hogyha most én 30 chipet szedtem még tőle pluszba, az nekem pluszba 6% ROI. Illetve hát nem pontosan, de nagyságrendileg. Ami nekem azért ugye baromi sokat jelentett a teljes meccsnek az EV-jét, ez az egy value bettel meg tudom nyerni. Nyilván ez nem fogja mindig lekollolni, tehát EV-ben lehet, hogy mondjuk ez csak 10 zseton, vagy 15, de akkor is, vagy néha jobb le fogja kollolni. De minden el együtt szerintem ez egy elég jó spot. Itt esett a király, azt hiszem, hogy egy checkback, majd kollolok egy próbot, vagy pedig én magam value betelek. Ugye azért dáma X előfordulhat nála, a ace X-ből talán egy kicsit kevesebb, de azért az is van valamennyi. Szerintem itt nem nagyon van más játék. Oké. Okay. Király 6-ot ezt visszarámolom. Itt már nem nagyon van GTO, mert 12 BB nem mind rézel a GTO, szóval valamennyire érzésből, illetve hát tapasztalati úton tudjuk a mindrézek elleni játékot. Azért királyok közül sokat visszatologatnék, viszont ugyanúgy rengeteget letelnék továbbra is. Reméljük, hogy megérkezik közben a hangom is. Majd azért írjátok be, léci a chatbe, hogy jó-e. Nagyon üres vagyok, ez dobó lesz. Hát ez ugye klasszikusan az a board, ami a tankönyvben van, hogy mennyire segíti az ellenfelünk flat range-ét. Szóval itt nem akarok megőrülni. Viszont ha nem próból, akkor delay C-be tele, mert szerintem nem slow play-elne olyan nagyon sok mindent ezen a boardon. Király bubival. Limp core, race fold. Nézzünk egy race foldot. Ez is azért jó kis board, és tudok javulni turnön, elég sokan tudok probot callolni. Deepen valószínűleg azért C-be telnék, mert akkor nyomást tudok helyezni az ellenfelemre. Itt viszont szűken ugye nem tudok túlságosan nagy nyomást rátenni, mert szűkek a stack-ek nem fog dobni, 8-ast, 7-es se biztos, vagy hát ilyen marginálisabb pár lapokat nem fog dobni. És akkor így szépen megszerezzük az EV-t. Nice dunk. Hook. Üdv, hello. Nem vagyok túlságosan boldog, hogy esett a flush, de ez együtt is ezt kollolni kell. És itt pedig valami kis pici value bet, mi ellen megyünk. Hát 4x5x. Egy lapos flush draw nem valószínűleg fizetne. Még lehet, hogy a 30 is elég lett volna. Oké. Okay. Na. Heads up lekollolnám 3 endit, szerintem ez sok. Majd írjátok be, hogy jó a hangom, léci. Tudok még hangosítani, ha szükséges. Standard dong szituáció. Legtöbbször ezt itt azért meglépem 4-essel. És valahogy el kéne osztani két utcára, ez nem a 140 tökéletes. Jön a call, bepusolom. Ugye itt a donknak leginkább az a lényege, hogy
Félek, hogy 10x-et mögém csekkel egy párzódáson, illetve szeretnénk némivel jut szerezni a drójaitól, amit egyébként mögém csekkelhet realizálni a vejunkat. Ugye ezt egy fish ellen leginkább value heavy módon tenném meg, viszonylag keveset blöffölnék itt pont az előbb elmondottak miatt, hogy ugye nem igazán dobnak, viszont egy reg ellen meg azért ugye balanszosan próbáljuk ezt megtenni, lehetnek benne flush draw-ok, sorhúzók, meg természetesen 4x-ek is. Azt hiszem, hogy ez call. Itt a potocunk már nagyon-nagyon jó. Megbetelem a turnt, hát ha fizet valami random flush húzó, valami nem tudom, random, hármas, akár dáma magas, ilyesmi. És river check back lett volna terv legtöbbször. Egy izót azért ráteszek. És itt két utcán bet és river, bármint hogy turn bet, river push. Nem a 10-7 nem túl jó. Tehát ez a 10-7, ez nagyon jellemző limp kollap, szóval vaszek check fordulom, az exploit már megtörtént ott, hogy izóztam. Itt azért eléggé hátrányban vagyok, range ellen. Ugye ugyanígy sok value lapot is tudnék checkelni és checkrézelni. Ó, ezt pusolni akartam. Ó, francba. Jó. Hát itt nem fog az én kezemben nagyon sok ezt tenni, teljesen jogosan. Emiatt talán azért többször is végig fogja ütni. Nem látok ebből nagyon most menekülő utat sajnos. Insta betelt, amit nem tudok mire vélni, de biztos, hogy még egyet kólolok. És reménykedek abba, hogy jobbat fogok tudni mutatni, mert a dobás az itt nem valószínű, hogy meg fog történni. Jó. Ugye itt nagyon szűken vagyunk már ahhoz, hogy trappeljek. Jó a kép, jó a hang. Na, szuper! Király, oké. Okay. Tíz BB. Az limkol lesz. Nagyon sok ilyen random suited trash, vagy akár rossz suited trash vissza tudja tolni rám itt ilyen szűken. Talán még egy-két BB-vel lejjebb, ez még jobb. És itt is egy checkback lesz most. És meglátjuk, hogy hova fut ki. Ugye nem szeretnék se check részt kapni. Van egy kis showdown value-um. 10-es bubi flush lapokon, dámán 8-ason tudok próbot kollolni, úgyhogy nem vagyok azért elveszve teljesen. De meg egy ilyen 70-et bele. Hát, sőt nem is jobb ez itt a check szerintem. Ez öt limp call lesz. Dáma magassal, én ezt megnézem. Hogyha kicsit kevesebb showdown value-m lett volna, tehát mondjuk ilyen 10 magas környéke, akkor a check bet is tetszene. Vagy akár egy C-bet, akár turn-on bet, bármi végül is jó. Azért az a tapasztalat, hogy viszonylag kevesen védenek eleget limp C-betre ilyen szűk stack-eknél, nagyon fitor fold játék van. Ugye
ugyanez, tehát hogy a limp c-bet, delay limp c-bet, illetve a check-check-bet, re igaz. Jó, na, ez nem sikerült, viszont viszont akkor egy kicsit fókuszálunk a 30-ra. Ő eddig talán még nem dobott. Úgyhogy annyira nem félek, hogy azért itt betreppel. Megnézzük, aha, sikerült benevelni. No. Dáma 5. Ó, oh, yes. Bubi. Így is jó. Na, easy game. Megvan a 30. 120-at nyertem, úgyhogy akkor lövök egy 100-at. Biztos, ami biztos. Megnézzük. Egy kis izgalom. Ausztrál. Jó, 200. Ha nyerek egy kás spint, akkor fölmegyek egyet 500 hyperezni. Múltkor is ugye ez volt az ígéretem, és be is jött az egy kás spin, egyet pörgettem 100-on, és be is jött az egy kás, csak nem sikerült megnyerni sajnos. Most limpelünk egyet. Hú, de insta csekkelt. Lehet, hogy check foldon volt. Mm-hmm. Oké. Okay. Eddig jó. Kicsit még az elején vagyunk a partinak, nincs handem az ellenfélről, ugye most nem hadozok, úgyhogy ez itt inkább flat. El lehetne szribetelni egyszer-egyszer. Jó, és itt akkor viszonylag nagy prób. Tudjon pusholni a rivert. Ha esetleg call-ol. Ugye ezt value-ből is, bluff-ből is ugyanezt a size-ot használom. Berágott. A király 6-tal fletelünk. És egy jó check fold lesz valószínűleg itt. Ja, egyébként még mindig Balatonfenyvesről jelentkezem. Itt vagyunk a kis nyaralóban a nyárra. Úgyhogy emiatt, hogy nem a saját kis irodámban vagyok. Ma nem voltam még horgászni. Tegnap voltam, nem fogtam semmit. Viszont egy széket már sikerült beszereznem, jó kis Márkuszt. Hát azért derekamnak nem tett annyira jót, hogy ilyen konyhai széken grindolok. Esetleg írjátok meg, hogy milyen széken ültök, mit javasoltok, mert azért ez a Márkusz sem egy ilyen nagyon nagyon-nagyon-nagyon jó szék. Vegyük betelek. Megnézzük. Oh. Ausztrál traktoros. Beesett a lapja. Nehéz ügy. Kérdés, hogy tudok-e itt kollolni? Faszek, nem. Azt elhiszem. Ah.
Nem látok itt annyira sok blöfföt ebben a spotban. Bankroll management tippek. Dehogy nem. Hogyha nyersz, akkor menni kell följebb. Nem kérdés. Kollalok, van Showdown Value-m is. Hú, nagyon tolja most a flush-öket. Köszi. Thank you. Ki van amúgy kapcsolva a csetem, nagyon ritkán csetelek, nem is olvasom. Csak tiltre rak. Mármint elvonja a figyelmet a játéktól. Na hát, hogyha nyerem a 100-at is, akkor nem tudom mi lesz. Megyek Omaha spin. Az de jó. Egy hyper, hú, nyerem az 500-as? Nem. Vagy? Mini 3 bet. Húha. Kombájnos kollega. Azért ezt meghívjuk. Check push. Reméltem. Oké. Okay. És mivel nyerem az 1K hyperhút is? 2K turbo. Van még olyan játék egyáltalán? Na azért az már rázós terep. 500 meg 1K. Hű. Szerintem ő kap egy ilyen szexi zöld színezést. Biztos, ami biztos. Nagyon üres vagyok. És lehet, hogy kicsit felpiszkáltam a lelki ismeretét már. Sokszor ezt teljesen random visszaklikkelek ilyen 70-ig, és rengeteg dobást kapok ilyen száraz bordokon, csak most pont nem úgy alakult a dinamika. Alapból nem sok hangsúlyt fektetek a dinamikára egy regulár ellen, vagy a normál, hát igen, leginkább erősebb játékosok ellen. Fiseknél szerintem az is sokat számít. És... inkább ide egy szép betelek. Ugye általában ellenük elmondható az, hogy minél tagoltabb a board, annál kevésbé, annál jobban eltérnek az optimális védekezéstől. Tehát egy ilyen drawy boardon még az is lehet, hogy túlkollolnak minden trash-sel, amiből akármilyen fantázia alap kijöhet. Viszont mondjuk egy király 7-2-n nem fognak 8-9-el védeni, vagy csak nagyon ritkán, holott ugye legalább annyira kéne. Ezért általában az ilyen tagoltabb bordokon többet szébetelek ellenük, drawy bordokon meg inkább többet csekelek. No, itt a demo magasra azért egy call, backdoor, mi ez, gacsátum van kb. De a demo magas néha jó showdownba. Próbáljak-e vagy ne? Szerintem most csekkelek. Wow, nem nagyon szeret value érbetelni. Na például ez egy ilyen tagoltabb board. Igaz, hogy van kint flush draw, de itt azért többet szébetelnék ellene. Jó, 9-10. Azért limpelek most többet, mert szeret donkolni. És hogyha jobb SPR mellett hagyjuk őt donkolni, akkor sokkal könnyebb lesz a játékunk, sokkal jobb döntéseket tudunk hozni. Ugye sokkal nagyobb hibákat tud véteni, minél deepebben mondjuk, annál nagyobb hibákat tud ő véteni. Ahogy ugye csökken az effektív stack, illetve hát az SPR, úgy csökken a mi edge-ünk. Nyilván ezt leginkább azért az ilyen olyan lapokra értem, ami mondjuk még nincs kész. Tehát egy dámapárral nagyon szívesen emelek, mert nem gáz, hogyha beledonkol nagyon sokat, meg nő ugye a pot,
Sőt, hát ez nagyon jó is. Ezt Dominik, hello, üdvözlünk. Szerintem ez három utca. Lehet ötös nála, de ugyanúgy Bubi is, soha nem fog dobni Bubit. Néha még nem tudom, befletel, mondjuk nem tolja vissza a hetes párral, és végig kolla, ilyet is látni, nem ritkán. Gyere király, gyere 10. Király 10. Ó. Nem dobta. Azért továbbra is próbálok szélesen játszani ellene. Magas board, elég szűkén vagyunk, szerintem ez jó cébet. 5K-ig van turbo, ufók és botok. Ez már egyébként 300 hyper fölött is teljesen igaz, szóval tök mindegy. Sőt, 200 környékén is már. Vagy beülök valami NL1K-ra cashgamezni. 40-es waitlist egyből. Jó, ez dáma. Ezt most itt be fogom pusolni. Suit itből biztos, hogy call. Itt is egyébként lehetett volna callolni is. Ezt eldobom neki. Viszont én magam nem szeretnék dobni, mert izót nem igazán láttam még tőle, és eddig nagyon szépen dobálgatotta. Na ez egy ilyen spot, ahol ezt azért nem hiszem el. Tehát ász király 10 BB alatt nála nincsen, vagy hát nagyon ritkán van, teljesen random beledonkol. Szerintem ez tök standard rész. Na? Jajaj. Bubi? Jó. Na hát, nyertem egy 100-ast. Lehet, akkor játszok még egy 100-ast, biztos, ami biztos. Amíg nyerek 100-at, addig regisztrálok, megyek rá. És... Ó, visszajött az ausztrál traktoros. Tök jó. Tök jó. Meg talán a német is ő volt? Lehet, hogy... Nem tudom, nem biztos. Nagyon kellemes. Lehet mellé nyitok még egyet. Nyitok mellé egy 15-öt, hogy el tudjunk kezdeni építkezni újra. Másik asztalon is hátra följutok 100-ig. Észtország, Lengyelország. Valószínűleg ez kétreges asztal lett. Na, például ez tök jó spot, ez a dáma. Egy regulár ellen ezt donkolnám gyakran dámával is, meg sorhúzókkal is. Bejú beteljünk. Itt pedig ász magasokat eldob. Nem vagyok benne biztos. Megnézzük. Wow. Ja, ez nem volt annyira jó. Ez nem volt jó. Ráadásul pározódott a törn is, ami miatt teljesen hihető, hogy egy királya a megijedés checkbackkel, amit nyilván lekollal. Ez nem tetszett itt ez a játék. Hát elég kicsi lett a size, bármer szűken vagyunk, határeset, elég fisi, úgyhogy bekollalok.
Jó. Ja, ez nem biztos, hogy kétröges, azt hittem, hogy 100-an nyitottam, 15-en nyitottam. Meglátjuk, mit dob. Dáma magasra egy jó check. Azt láttuk tőle, hogy nem feltétlen megy annyira sokat value-ért. Ami ugye nekem pech, mert simán lehetne a király és bubi is ilyen line mellett. Viszont, ha így riverelek, akkor nyilván call. És ez is tök easy, teljesen easy. Ja, fú, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon easy donk itt a riverem. Félek, hogy checkback kell egy ilyen akár királyt, akár bubit, viszont ha én belehívok, nyilván nem fog dobni. És amikor ilyen hihetetlen két pár beesik, az egy nagyon-nagyon-nagyon jó spot. Fish ellen is, regulár ellen is, bárki ellen jó. Nagyon sok kifizetést kapunk rajta. Most egyet azért megzózok, király kettővel. Itt is nagyon megéri sokat izózni, rengeteget dobnak. Láttam játékosokat 70% körül izóval is, főleg alacsony téten, és simán elmotoroznak vele. Jó, inkább ilyen 60 fölött kicsivel, 70 azért már sok. Hát a 30-ért azért megnézzük azt a bubit, vagy a dáma magasat. Hát nem tudom eldönteni, hogy az most itt milyen line, amit biztos dobok. Ez a mindbet pot, az ilyen általában ilyen fish value line. 10-2. Az előbb izóztam, most csekkelek. Szótírlappal amúgy is kicsit jobban szeretek itt csekkelni, jobban játszható post-flop, többször tudunk kólolni. És megyünk a showdownba a két kettesünkkel. Hajlamosak az ellenfelek is amúgy overlimit-be telni, hogy ne dobjunk sokat. Szeretném a fist partiba tartani. Úgyhogy elimpelek. Igazság szerint itt szerintem range hátrányban vagyok. Ezen a 6-3-5-ön, BB ellen erősen. Úgyhogy checkback lesz a játékom király magassal, és meglátjuk, hogy milyen turn érkezik. Valószínűleg azért itt betelek. Ugye lehet, hogy jó lennék showdownba, nem tudom, hogy ez value bet vagy bluff, egyszerűen csak a dead money-t középen összeszedjük, az equity-t, ami ott hever, akár egy random két lap ellen, ugye, akár, tehát egy hat out ellen, akár az is lehet, hogy mondjuk value-t kapok egy üres hetestől, egy négyestől, plusz elvé emelni. Meg egy új izót eleresztek. És check. Van ugye showdown equity-nk valamennyi.
megint ez a 10-6 segítheti az Olymp kolját. Szóval... Ó, oh, ezt be akartam pusolni. Nyilván ezt a 40-et azért lekolloljuk. És akkor jön a 3-20 riverem. 40-et szintén. Az ász az segít nekünk, 5x-ek ellen splittelünk. 10x nyilván megver. Csak 3 handed vagyunk, szüken, flush draw-s board, nem húzunk netra, ez itt dobó lesz. Öreg naib, hello! Azt hittem, hogy már itt vagy. Nem 8. Egy min raise fold. Itt C-betelek, és 10-esen bubin, dámán, lehet, hogy flush-ökön is bepusolom. Lehet, hogy kicsit deepen vagyunk még intrappelni. Na, ez az. Jó lesz ez. Easy game. Spinezni kell, srácok, spinezni kell. Megyek 30-ra, akkor ezen az asztalon is megnézzük, hogy hogy alakul. Hello, Tomika. Itt a 3-assal igazából ilyen value bet per showdown vásárlás volt a cél. Tudok checkdown-olni itt szépen, és pont az ilyen gacha-szerű lapok, flush draw-k, kettesek, akár egy-két gyengébb hármas, ami tud call-olni. Ötös már bemegy. Traktoros bátya tud még mini rézelgetni a stackből. Durva. Hű, ez de jó. Hát ez itt az a tervem, hogy kollolgatok kb. A végtelenségig. Meglátjuk, hogy fut ki a board, de nem hiszem, hogy van olyan. Hát talán, ha nem tudom, esik még két darab fekete, akkor dobok, és nem fullosodok. De alapból itt ezt le kell kollolnom. Még az is előfordult, hogy rosszabb lappal végve jubeteli, akár mondjuk egy király dáma bubi pár szerű lappal, király 9-el, nem tudom, 10x-el. Nyilván van nála valamennyi ász is, plusz hát ugye természetesen blöfölni is tud. Ez a size, ez egyébként nagyon-nagyon value heavy, úgyhogy kicsit... becsukott szemmel, de nem tudok dobni. És nyilván ugye pár elszellem még splittelünk is. Kiszedte a fist a német. Milyen dolog ez? Vagy ő is fish? Vagy ez call? Na hát ezt nem dobta. Négy az előzőt nyertük. Egy ez ilyen a 3-bet bluffömnek a lapja. Na, hát a 100-ról kiestünk, és úgy néz ki, hogy a 30-ról is, úgyhogy hát indul az építkezés, akkor 15-ről újra. Viszont sikerült, 15-30, ja igen, onnan 1-ből 100-ra mentem. De felduplázgattam magam.
Sőt, még lehet nem is esek ki 30-ról. Jó, akkor megy a 15. Esetleg szavazhattok, hogy kövi alkalommal milyen játékot szeretnétek látni, nyilván az 5K turbó mellett. Heads up, spin and go, nem tudom, kepkes game-et kerestem, de nem annyira találtam jó action-t. Előfordul, hogy fogok majd még cash game-et is streamelni, rendes 6 maxot, 100 BB-set. Talán nem TT-t később. Meg hogyha bejön a ez a power up, akkor azt is csak. Most egyelőre még kérte a PS, hogy az ne legyen streamelve. Az nagyon fun játék lesz szerintem, hogyha lesz real money-ba. Ja, tudom mit akartam, Omaha Spint. Hú, az jó, az tetszik, jó. Na, hogyha nyerem a 15-ös hypert bal oldalon, akkor lövök egy omahát. Aztán meglátjuk, mit dob. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen omaháztam. Úgyhogy az ilyen klasszikus fish leszek. De régen azért omaháztam valamennyit. Csak nem tudok kiesni itt a jobb oldalon. Nem baj. Hú, brazilok jók, nagyon kellemesek. Kivéve nyilván akik a csoportban vannak, mert ők ügyesek nagyon. Belehívok. Belehívok, mert nem szeretném, hogy check back-en. Három handid vagyunk, meg ijedjen. Essen a flush, essen a scare card. Jobb, hogyha elébe megyek a dolgoknak. Ja, itt egy picit szűken vagyunk. Suiteddal valószínűleg azért még így is befletelném. Lehet, hogy ez egy kicsit mit dobás, de ezt eldobom. Ugye itt azért picit más a helyzet, mint heads up. Az igaz, hogy jobb a potocunk, viszont ilyen szűken már szerintem drasztikusan sokkal erősebb az ellenfél range, amit itt minirézelni, mert úgy, hogy 7 BB-vel ülök a BB-n, tehát nem hiszem, hogy ő itt részfoldol, vagyis ott egy elég erős vejú heavy range ellen megyek, ami ellen valószínűleg 10-7 egy kicsit kevés lesz. Heads up ugye teljesen más a helyzet. Dáma 6. Megnézzük. Ugye megint a túl C-betelés száraz borton brazil játékos ellen. Szerintem itt ezen az 5-5 álszon tök mindegy, hogy mit mond a GTO, kb. 100%-ot kéne lim C-betelnem ellenem, mert egyszerűen nem fog eleget védeni. Ezt eldobom két all-in ellen, valószínűleg ő se fog dobni. Ugye én itt azért, mivel megint csak, tehát hogy vagy nagyon hátalul a monitornak, vagy pedig tényleg elég erős lesz, és ugye ezt most így nem tudom. Ja, akkor hátalul. Wow. Én nem feltételeztem, hogy ő dobni fog. És hogyha ő nem fog dobni, és a Tomika all-in ment, én azt gondolom, hogy 107-tel nincs ott szomkóra. Csomószor lehetek dominálva, párok ellen megyek, nagyon, az ott nagyon-nagyon-nagyon value heavy. Nem hiszem, hogy ő bármikor is light-on vissza fogja tolni, és
nagyon ritkán fog lájtan mini nézelni, bár ugye most ez a második eset volt, hogy láttuk tőle, szóval valószínűleg kap egy ilyen kis zöld jelzőt. Jó, kiestem, úgyhogy megyek 15 spinre. Mi volt itt az action? Nem kolortam. Akkor végig kolom. Oh, fuck. Jaj. Nem szívesen. Annyira insta betelt. Nem szívesen, de ezen a bubin el lehet ezt dobni. Ja. Oké. Okay. Poziból call lesz, pozin kívülről előfordulhat, hogy egyet-egyet megrézelek az S3-aimból. Ugye azért annyira nem a célos showdown value. Nagyon sokszor utána checkdown van, akár 5x ellen megúsztuk olcsóban, akár mondjuk ilyen sorhúzók ellen, highcardok ellen showdown tudunk jutni. Hát ez itt azért visszamegy. És mi volt? 7-8, na jó. Ugye ez a 120, ez value lesz nagyon gyakran, én azt gondolom. Itt pedig egy ilyen jó kis bluff 3-betet eleresztek megint csak. Az ilyen király x suited, vagyis off-ok, tehát ilyen király 10, király 9, király 8, király bubiszerű lapok sokszor jól működnek bluff 3-betelve. SB-ről ugye nem akarunk olyan rengeteget fletelni. Ott van a BB, mindig pozin kívül leszünk. Uf, nem egy jó szitu. És természetesen elkezdek itt blöffölni. Ugye nagyon sok backdoor equity-nk van, rengeteg törna lehet folytatni. Most egyet klimpelek. Na és ez az a board, amin viszont nem limp C-be telnék sokat, vagy talán egyáltalán. Nem várok sok dobást. Viszont amikor ő csekkel, én ezt azért sokszor megmerem delay C-be telni. Még mindig nagyon durván overfold a population delay C-betre. Pozíció is pozíción kívül is. Szóval érdemes viszonylag sokat ütni. Bubi pár. Emelünk. Ha nyerem ezt a 60-ast, akkor megyek 60-ra. Vagyis hát ezt a 15-öst, aminek 60 a price pool-ja. Jó, Markus. Aha, köszi. Gondolkodok azon, hogy újítsak egyébként valamit, mert hát azért sokat ülök benne, és előfordulhat, hogy kéne valami rendesebb szék. Egyébként nagy bajom nincs vele, tehát ilyen standard szék szerintem sok pokeresnek van biztos, hogy benne. De azért vannak jobbak. Csak egyelőre nem akartam még, nem tudom, 1000 euróért széket venni. Ezt betalom. Ja, nem is 6, Omaha spin vagy 60. Nem tudom eldönteni, mit játszak. Nehéz ügy. Szavazzatok, mit játszak. 60-as NLHS pint, vagy nem tudom, indul-e 30-on Omaha, 30-as vagy 15-ös Omaha-t. A bubi 8-a rész fordulok. Itt már nem igazán limpel a GTO.
OS van, meg részfold, meg részkol. Szerintem ezt is visszarámoljuk. Nem nagyon szeretnék sokat kódolni itt, sokat fletelni. Na? Milyen dolog ez? Jó, hát még mindig nem sikerült nyerni, úgyhogy maradunk 15-ön. Kilencven. Az mi? Wow, 6x. Kb. Az alja. Hopp, ez sok lesz. Becsapdázott csilléből. Jó reggelt! Egyet csekkelek, mert azért sok minden lehet nála. Viszont én meg tudok próbát kololni egy-két lapon. Azért ez egy picit határeset, de nem dobom el a gadgetomat. Ez az ász, ez nekem egy egész jó bluff kártya lenne, hogyha csekkelne. Megbetelném biztosan. Így ezt el fogom most dobni. Nem akarok megőrülni. Nyilván valami kis weak showdown value hand volt, amit vagy el tudok dobatni rézzel, vagy nem. De inkább nem kockáztatok, mert egy 6x-en vagyok, aztán... Szorít a tét nagysága. Ezt vissza kéne tolni. Most ez mi? De fish lesz. Hát ő... Jó. Kiszorultunk egy kicsit itt a helyzetből. Ő a mini emelése után azért nem lesz túlságosan a célos. Ő a limp, majd a call után megint csak tök gyenge lesz. És ugye különbség annyi, hogy az előzőhöz képest, amikor 10-et kellett callolnom, és 20-at, igazából a potocom az nagyjából ugyanaz, csak az csak a sevomnak sokkal jobb a risk rewardja, mert ugye hát kétszer annyi pénz van középen. Na, mind a kettő megvan, királyság. Ász pár, itt még talán egy kicsit deepen vagyunk a limpelgetéshez. Jó, 40. Ezen a bordon nagyjából ez lenne a standard size mindennel. És ez viszonylag easy checkback szerintem. És kollolom a probot természetesen. No way, hogy ezt eldobom. Szerintem ez nagyon játszotta magát ez a parti. Valószínű egyébként, hogy egy fish ellen, hogyha ha mondjuk nem egy ötös jön, hanem mondjuk nem tudom, 7-es, 8-as, bármi lap, akkor betelek egy reg ellen, lehet, hogy azért valamennyit csekkelek az eszpárommal. Az új tombola rendszerű VIP rendszere milyen rajt realizálhat egy nagyon jó játékos 15 spinnen szerintem? Hát, jó kérdés. Igazság szerint ez a tombola rendszer, ez csak a régbeket vágta most meg eléggé. Még nincsenek sajnos pontos számok erről.
és a PS ugye elég ügyesen titkolja is őket, de attól függetlenül egy nagyon jó játékos szerintem tud csinálni mondjuk, nem tudom, Requiemen kívül 4%-ot biztos, lehet, hogy többet is. Főleg alacsony téten, 15-ön szerintem azért ez még hozható. Följebb azért ez csökken. Ó, kimákoltak. Ez nem jó így. Viszont ez a tombola rendszer, ez, tehát hogyha megpróbálok bármi jót belelátni, és nem úgy indulok hozzá, hogy nem úgy állok hozzá, hogy most itt a PS megkárosított minket, holott ugye ezt tette eléggé, akkor még az is lehet, hogy jó lesz olyan szempontból, hogyha egy kicsit ennek a... ezt bedonkolom vejvér. Ha ennek a hatására egy picit tud hígulni a mezőny, mert mondjuk több fist becsábít a sportfogadásról, vagy a kaszinókról, ugye a pókerre, mert tudja olyan a rendszer, hogy azt is díjazza, hogyha sokfajta platformon játszol, mindenféle fogadást csinálsz. Ezt eldobom. Nem, blöffül így. Nem. Jó. És hogyha ez azért bevonz egy pár hobbi játékost az asztalokhoz, akkor az, amit ugye egyrészt elbuktunk a Requiemen, abból valamennyi visszajöhet abból, hogy egy kicsit hígult a mezőny. Ezt picit félve mondom, mert nem tudom. Gyula 20, hello, üdvözlünk közben. Nem tudom, hogy ez mit fog hozni, ezt majd meg fogjuk látni. Chilei fish. Ez bemegy. Nem tudom, de. De. Nem biztos, hogy be kellett volna pusolni. Elbeszélem itt az időt. Szóval én nem látom annyira tragikusnak azért a helyzetet. Jó nagyot izózok, kóloljon be. Sok minden eléggé koldinak tűnt. Na gyerünk, holdoljunk egyet. Jó. Na, húztam a 15-ös spint. Nem szavaztatok, úgyhogy hát nem tudom, megnézek egy 15-ös omahát, 100 000 éve nem omaháztam, hát ha sikerül valamit összefiseskedni. Ja, ugye ez nem indul olyan gyorsan, nem baj, addig a másik 15-ös csapjuk, illetve mellé nyitok azért egy 30-as unlimit holdemet. Ha esetleg sok a három asztal, akkor írjátok, és akkor majd megpróbálok rázumolni egy-egy asztalra. Nyitott már valaki valami nagy ládát? Nekem most a session elején beadott egy jó $3 életem első ládája. Hopp. Ilyen egy 15-ös. És egyből egy 6x. Na gyerünk. Hú. Ja, hogy ebbe ante is van. Az jó. Hát nyilván impelek. Van egy flush húzom, meg egy ilyen valami. Na jó, kuka.
Közben a 15-ösön picit stackelődtem. És a 30-ason meg nyilván kollolok, sorhúzó pozi. Ezt... na mi van itt? Úgy. Ász király, 8-6, az jó. Patoljunk. Még egyet kollolok. Mert esik ugye a sor a riverre. Esett a flush, alacsony soron van. Lehet, hogy kicsit nit, de ez nálam call csak. Nem látom, hogy annyira sok value van benne. Check back-elek, mert nem tudom, mit kell csinálni a mahába. Ezt most itt eldobom. Na, holdoljunk. Megy a sidepot, azért idejön. Mi ez? Ász dáma. Jó, hát azért egy call benne van. Ott is van. Mi ez? 3, 4, 5, 6. Meg egy ászpár. Hát ez baromi erős lesz. Hát összeszedünk valami lapot. Bubi. Továbbra is van azért egy ászpárom. Dáma kicker. Meg egy open-endedem. Jönnek a barellek. Ha, nem tudom, mit kell itt csinálni. Eldobom. Kettes párral beteltem az elszöthetet. Lehetett volna csekkelni is. Megint egy ászdáma. Ez jó lapom a hába? Megbeteltem. Elég agresszív a vombat. Mekkora volt eddig a legnagyobb spin price poolom? Jó kérdés. 100k volt a legnagyobb spin price poolom, de akkor még az csak második legnagyobb jackpot volt, tehát az nem top jackpot volt még. Na, nyertem egy 30-ast, úgyhogy... Jaj, már itt ez a vombat már... És már... Oda vágok neki. Ez nagyon fishy limkologatni a mahába. Jó, eldobtam. Nem értem itt ezt a játékot. Jó, na, nyertem egy 30-ast, 120-ért. Ami azt jelenti, na jó, persze, most már megint izé ML flop előtt. Nem is tudja, hogy milyen lapok jönnek még. Na, nem tudom, mit kell nézni. Van egy sorom. Ádámka, hello, üdvözlünk. Mi ez? Ász 8, de a vombad megint rá fog emelni, ha belimpelek. Mindig ezt csinálja. Amúgy szerintem ő ilyen izé random kattogtat. Van egy 8-as párom. Meg egy ászom. Na jó, most ezt eldobom itt. Nem tudom, mit kell csinálni. Fú, ez nagyon izgi ez az omaha. Eldobom. Mit dobtam? Gácsátot? Figyelj, check raise. Pot. Csak call. Akkor nátsza van. Csak call. Omahán milyen szorzók vannak vajon? Ott is van ilyen... valami rendes struktúra. Persze. Hú, ez nagyon jó lap, ez nagyon jó lap. Sorba van. Figyeld. Húha, na most aztán mennyi van itt? Ja, 12.000-szörös. Hát ez itt kivégezzük. Várjál, kettes töltesig nincsen sor. Az nem jó. Francba.
Prób. Omaha heads up. Kicsit új még ez nekem. Minden esetre potolok. Double suited. 4-6-8. Király. Kavaloljunk. Mortal bombad. Na, van egy 8-as párom. Szerintem az sovány lesz. Kell itt valamit betálni? Nagyon jó lesz a check. Ász, 2, 4, 5. Ó! Van egy 10 bubim limpelek. És limcébet ele... Dobnak a mahába limcébetre? Dobnak. Tök jó. Na jó, ezt visszarámolom. 10-8, bubi, tele vagyok. Easy game. Dobjak, lehet dobni. Lehet dobok egyet. Nagyon üres volt. 4-5-6. Próbra az előbb dobott. És van egy flush drum. Tök jó. Hú! Ez mi? Ez jó, jó ez a flush draw, nem? De. Lehet value betelni, vagy check call inkább. Check call-olok. Kint lehet a jó flush. Mondjuk lehet, hogy azért ilyen szűken ez inkább bet lett volna. Jó pot. Mi ez? 10-7, ász, tele vagyok. Pot. Call. Mi az? Bazd meg, not full. Yeah. Hát ez bemákolta. Ezt nagyon bemákolta. Na jó. Akkor check. 4-5-6-7-8-9. És... check. Jó vagyok. 9-es pár. Ász 9-el. Jó, hát ez nyilván nem dobom el. Dáma pár, ez csalás. Nem már. Na jó, kimákoltak. Fish. Akkor menjünk vissza holdemezni, aztán majd még benézek. Mit játszottam az előbb? Nyertem egy 30-ast, ugye? Akkor menjünk 60-ra. Illetve nyitok mellé egy 30-at is. Hát nem sikerült az a más kiruccanás túl fényesre. Izginek mondjuk izgi. Nem tudom, hogy van-e benne elvé. Jó, 5-8. Na, szribetelek egyet. Ez itt kb. A flat range-emnek az alja. Talán egy kicsivel alatta. Úgyhogy ezért kiváló bluff szribet lapnak gondolom. Miért volt all-in? Hát 9-es párom volt. Az lap.
Aztán engedem. Na majd talán a holdembe visszaadja. Lehet nála overpár meg kombó húzó. Hát igen, ez benne van a pakliba. Igen. Valószínűleg ezért nem a maházok. Helyha. Kolumbia. Bemutatkozik. Ne. Pech. Kiestem, akkor még egy 30-at lövök. 15-re ma már nem megyek vissza szerintem, mert jobb a 30. Izgisebb is kicsit. 300k, mégiscsak több mint 150k. 100k spint megnyertem-e? Igen, megnyertem. Na nézzük, 10 héttel, standard flat, nincs semmi backdoor equity, ezt itt dobom. Easy. Meglátjuk, sikerül-e duplázni valamelyiken. Menjek 60-ra. Hold, dáma. Így is jó. Na nézzük, mi történik itt. A dobás, dobás, viszonylag standard. Szerintem megnyitok egy 15-ös a mahát még. Nagyon izgi volt. Jobb mindezek a no limit hold'emek. Ha sok esetleg a három asztal, akkor írjátok be, és akkor majd nem tudom, lehet így váltogatok. Akkora nagy action nincsen a mahán, ahogy nézem, nem indul túlságosan gyorsan a 15-ös. Nem tudom, hogy 30-as egyáltalán indul-e. A 3-6-tal fletelek, itt egy checkback, és ha csekkel még egyet, akkor megbetelem. És elhozom a potot legtöbbször. Ugye, hogyha itt a 3-6-ommal betelnék ezen a flopon, az azt jelenti, hogy kb. Majdnem a teljes range-emmel betelek a flopon, ami azt jelenti, hogy szerintem, hogy túlságosan szélesen próbálom elhozni. Úgyhogy ráadásul tényleg teljesen üres vagyok. Ja, Naib írja, hogy nagy a delay. Hát legutóbb 5 perc volt, most már csak 3 percre levettem. Lehet, hogy következő alkalomra még egy kicsivel lejjebb veszem. Ez még ilyen kitalálás alatt van. Mondjuk igen, tehát egy hand az valószínűleg nem tud tovább tartani ilyen 1-2 percnél. Na, indult. Egy dán és egy ír. Harmincas. Mi ez? Tele vagyok. Ász 2, 3, 4, 5. Fúha. Check raise. Az kell. Igen. Hát nincsen semmi backdoor equity-m az égvilágon. És alacsony soron van. Nem tudom, ez a mahában mennyire jó lap.
Valószínűleg nem annyira. Ja, ugyanaz volt neki is, csak volt egy kis backdoor equity-e, úgyhogy szépen lefreerollozott. Ja. Közben meg itt 108-akat dobálok, lehet nekem is sok a 3 asztal a streamen. Mindjárt kiesek valahonnan gyorsan. Vagy megnyerem valamiket. Ja, egyet kollok, 4-esre. Dobok, nem sok jó river kártya van, amin tudok bluff catchelni. És ő viszont sokszor belebetelhet. Mert mint itt a négyesemmel. Nincsenek jó kimenetek számomra. Nagyon kevés. Bence 381, hello! Én is Bence vagyok. Jó. Akkor vissza két asztalra. Most az Amahára fogok egy kicsit figyelgetni. Kíváncsi vagyok rá. Egyelőre nem kaptam most nagyon lapot még. Egyet izózok. Ilyen szűken nem igazán limpel már a GTO. Én nagyon sok limfoldot látok itt. Érdemes támadni. Double suited vagyok, van egy bubi 9-em. Nem tudom, ez számít-e valamit, de most itt emeltem egy jót. Hát a spár az szerintem itt easy call. Nem is kérdés. Na jó, maradok szerintem 30 spinen mellette. Ja. Itt van durr. Ja, félreértettem a hendet. Oké, okay, kövő alkalommal megnézzük mondjuk másfél perc delay-jel. Az mit dob? Na, közben egy 120 lett. Ha ezt nyerem, akkor megyek 100-ra. Ezt meg megizózom nyilván. Nem adunk ingyen lapot. Király dáma bubival. Bubi pár 15 BB. Hát, szerintem ez bemegy. Ez is double suited. Emelek. Még nem tudom, miért csinálok úgy, mintha tudnék omaházni. Mégis is tök mindegy, hogy mit mondok, nem? Na. Ennyi. Easy game. Úgy tudom, hogy Omaha-ban nagyon kicsik az edge-ek preflop, mármint a lapok közötti különbségek. És ennyire szűken szerintem olyan rengeteget az implied odds se számít, vagy hát nyilván valamennyit számít, de nem annyira rengeteget, úgyhogy valószínű, hogy itt az a stratégia, hogy viszonylag szélesen érdemes fletelnünk. Nem vagyok ebbe biztos, de szerintem jóval szélesebben tudunk, tehát százalékban többet tudunk játszani, mint Holdenben. Bár ugye ott is azért például BB-ről Button ellen nagyon sokat játszunk.
Van egy-két párom, de van kint flush, van kint sor, illetve egy csomó jobb két pár, úgyhogy ezt most itt el fogjuk engedni. Jó 20-as bet. Ezt lehetne rézelni is, csak annyira hihetetlen lenne. Pozin kívül ezt check rézelném, pozibozinom easy call. Ugye összes kéken tudjuk folytatni, 8-as, 10-es, 6-os, 9-es, bubi, ez mind jó lap nekünk, úgyhogy nyilván sokszor betelni fogja a turnt, de ez kb. A pakli fele segít rajtunk, úgyhogy teljesen standard, hogy a flopon kóloltunk. Na, közben a Omahán eléggé csordogál csak az action. Nem sok minden történik. 9-es párral limpeljek egyet? Hát ha. És mi kerül valamit szettelni? Ő dob, akkor ezt ráteszem, ha ő emel, akkor valószínűleg el kell dobjam. Csekkelek egyet, és majd az ászt meghívom. Bocsi, Krisztián. Van itt fold equity? Nem tudom, megnézzük. Mondjuk nem is potoltam. Na, dobd el! Easy game. Megnyitjuk az Omaha backing részleget. Én leszek az Omaha edző. Ha szeretnétek jelentkezni, akkor nyertek. Látható, hogy mekkora szakértője vagyok a játéknak. Hát, bubi párt nem dobok. Igaz, hogy semmi drón nincs mellé. Jó, ezt eldobom. No, ez egy... kicsit ilyen tagoltabb board. Hát vegyes 6-8 azért valamennyi drót ad. Szerintem ezt most itt meg fogom C-be tenni. Sárga nálam egy ilyen gyengébb regulár jelölés. Vagy lehet, hogy kis bukóreg, vagy semmiképp nem a legerősebb játékosok közül való. Viszont itt nem javultunk semmilyen módon extra dróra, úgyhogy ezt itt csekkelem. Viszont az ászon valószínűleg blöffölök. És próbálok így gyorsan betelni, hogy így vejút reprezentáljak. 6-osok, 8-osok, nem vagyok benne biztos, hogy itt lekólolnak. Teljesen hiteles, hogy nálam van nála, meg azért ritkábban lesz. Nyilván, hogyha flösse van, akkor dobnom kell, vagy sora. Na itt mi történt? 2-7. Ez meg ilyen... Fú, ja. Nem is tudom követni, hogy milyen kifutások történnek. 9-es pár 10 BB? Ez nem tudom, bemegy. Tíz BB-n, hogy lehet omaházni? Dobjunk. Esetleg ezt ki lehetett volna próbálni, bluffbe fordulni az ötössel. Előfordult, hogy jó lett volna. Ász 3, két pár, én nem látok arra esélyt, hogy ezt itt eldobom. Fél pot környéke.
Ez király az offsuit ászoknak kb. Az alja, amivel itt limpelek. Az dámet valószínűleg már pusolom, ez újt biztos, hogy pusolom. 7-es párom van. És fogtam a saját flush automat, de beesett. Ez tök jó. Ott az ász. Sor lehet nála, ami fizet. Nagyobb flushben egyedül a királyos, de azt még miért nem C-be telte. Ráadásul fogok egy csomó flush lapot. Na gyerünk. Flush draw. Meg egy backdoor flush draw. Elég száraz board, szerintem ezt meg C-be telem. Vagyis hát nem száraz annyira, de legalább pározódott, az nekem ugye jó. Kivéve, hogyha van nála valami lap. Nem akartam kolóni kis flösssel, itt nem vagyok nagyon boldog semmilyen törnön. Ráadásul simán lehet, hogy már drawinged vagyok. Kettő, három, négy, öt. Ez még kevés. Azért ennyit kóllalok. Az előbb checkbe kelgettem, most ez szerintem betelm, és barrel ezek is sok overcard érkezhet, és hatosomnak tud segíteni egy pár lap. Kettesre jó vagyok showdownban, nem hiszem. Nyilván dobok a check raise-re. Dáma 10-e valószínűleg tönkre megyek, mini raise-el. Nem fletelem, szüken vagyunk, ezt visszarámolom. Valószínűleg ezért volt ilyen gyengébb játékosnak jelölve. Itt teljesen fölösleges bármit mini raise-elni. Nincs értelme. Se rész fordon, se rész kollolni. Legalábbis ellenem. Lehet, hogy van olyan fish, akinek semmi VIP-ja nincs, de szerintem még ott is azért nagyon-nagyon keveset rézelnék. Ez visszamegy. Ezt eldobom. Nem tudom, mi számít jó lapnak a mahába, de most kicsit úgy érzem, mintha eldobálgatnám magamat. Mondjuk nem ezzel kell megőrülni. Nyolc kilenccel természetesen kódolom az izót. Majd itt ezen az 5-2-n feladom. 5-2 királyon. Nehéz ügy ez az omaha. Na van egy ász 3-am, az bemegy. Mennyi ez? 7, 8. Nem sikerült húzni. De nem baj. Nézzük az omahát. Nem tudom, hogy itt milyen size-al érdemes játszani, vagy mit érdemes emelni. Tűha. Nagyjából semmim nincs. Nem tudom, hogy itt van-e fold equity, bármi. Hát ez elég fishy. Ezt eldobtam. Kolu, hello. Ezt azért bekollolom. 50-50 volt, mondom én, alig vannak edzsek. Ez dáma 5-2, ez nagy lap.
Hogy lehet ilyen stackből fletelni egyébként? Azt én nem is... Ah. Ja, ez nagyon rossz nekem. Azt valószínűleg az is inkább be kellett volna pusolnom. Kávé, mint hogyha preflopolni mentünk volna. Ja, főleg így. Nice. Akkor lehet, hogy ő is azért fish. Nem tudom, hogy itt mi volt a jó. Na jó, hát kettőből semmi az Omaha szkórom, úgyhogy akkor ezt most nem fogom nem erőltetni. Nézzünk mondjuk, hát nézzünk egy két darab 60-as spint. Párosan szép az élet. Aztán lassan tudok ládát nyitni. Na jó, azért még nem félúton vagyok. X. Kb. Még egy fél órát játszok nagyjából, ilyen két órásra terveztem a mai session. Most azért itt végig játszottuk a spin limiteket, sikerült földuplázni is 100-ig. Nyertem is egy 100-ast, úgyhogy nagyon jó sessionom van. Megnézzük Ciprus, hogy teljesít. Nagyjából legtöbb törnön, ami short flush-t ad, bepusoltam volna. Dámán is, tízesen is. Wow. Elő voltam draw-val, tök jó. Szerintem nem jó játék itt 6 héttel visszatolni. Legtöbbször kolloltam volna, és blank törnökön pedig stackelődök. Draw törnökön valószínű, hogy dobok, hogyha nem az én draw-m esett, ugye. Talán így a legnagyobb elvé. Az a gond, hogy sokszor lehet dominálva. Illetve, hogyha ha elől is van a 7-6-tal, akkor csomó equity-m lehet, de tényleg rengeteg. Nyit éve lemelek most. Háj. Az ass bubi suited az ilyen magas ászok közül az egyik legjobb, mert a flopra leggyakrabban a bubi szokott érkezni az ass mellé. Nem, nyilván nem ezért. Lehet vele sorokat összehozni, flush-öket összehozni. Szerintem egy egész jó kis value 3-bet lap. Power up-ot nem játszok. Még nem, mert még csak ilyen... legalábbis amikor legutóbb néztem múlt héten, akkor még ilyen alfa teszt üzemmódban volt, meg nem volt még real money-ba, és egyébként a PS írt a közleménybe, hogy még ne streamelje senki a power up-ot, úgyhogy majd, hogyha kijön belőle valami rendes verzió, és már lehet rendes pénzbe, akkor azt hiszem, hogy meg fogom nézni én is, hogy mi az a játék. Elég érdekesnek tűnik, meg elég izginek tűnik, bár egyébként nem vagyok az ilyen stratégiai, tehát az ilyen inkább azt mondom, ilyen kártyajátékokban ilyen nagyon, de ez is ilyen hangzik, hogy nem vagyok jó a kártyajátékokban, mert póker ezek, tehát az ilyen, mit tudom én, az ilyen power-up játékokban nem vagyok jó, na, nem tudom mi ez.
például nem játszottam soha ezzel a, nem tudom, ilyen varázslókártyával, egy csomóan tolták, tudom, meg ilyen mindenféle Hearthstone, meg ilyesmi játékokkal nem igazán játszottam. Gondolom, annak azért ott lesz egy zsör, aki ilyet játszott. Na, betreppeltük ezt 10-essel, gyere. Jó lesz. 10-est kérek. 10-est kérek. Na, 60-at húztam. Akkor megyek 100-ra, nyilván. Kis kutyúsnak csekkelünk. Ausztrál, bulgár. Rá emlékszem névről, szerintem ő ügyes lesz, viszont az ausztrál, én megtippelem, hogy nem lesz annyira jó. Itt azért 3-4-jel nem akarunk sódánba jutni. Itt, teljesen standard a delay C bet is, teljesen standard a check-check bet is. Lényeg, hogy ezt azért ilyen 3 check után ne nagyon engedjük sódánba jutni a 4-es magasunkat. Na. Gyere ász, gyere 10. Nem jött. Oké. Na, van egy 100-as, másikra nyitok egy 30-at. Jó lenne valami nagy szorzót játszani streamen. Ezt elhisszük. 9-2-2-t. Egy 10 héttel megcsekrézelném, egy bubi héttel megcsekrézelném. Az a baj, dáma héttel nem tudunk a 9-essel sort összehozni, ezt itt elengedem. De még egy offsuit 10, kék hét, egészen kiváló csekrézlap lenne itt, azt gondolom. Itt kb. Teljes range-ét meg fogja c-betelni ezen a 9-2-2-n. És egy button range-ben ugye azért elég kevés 2-es van, az én flat range-emben valamivel több van. Nyilván az én range-emből meg hiányoznak az overpárok, de ez együtt is vannak flush draw-jaim, vannak 9-eseim, szóval tudok csekrézelni, szeretnék csekrézelni abban a szituban. Ted Harris, hello, üdv. Azért bebeszivárognak a ismerős nevek. Nagyobb size-zal hívok, nem szeretnék én overcardokat kolloltatni, és mi itt a jó játék? Hát vagy check-en vagyok, vagy bepusolom. Én szerintem bepusolom, ilyen 6-ostól várokkolt, leginkább 6-ostól várokkolt. Vagy akár ilyen beesett drogtól is. De nem vagyok teljesen biztos, hogy itt betelni kell, de az nagyon valószínű, hogy nem betelnék kisebb size-zal. Ugye az a különbség a pozíciós és a pozíción kívüli játékban, hogy sokkal kevésbé fogunk tudni majd jó döntéseket hozni riveren, sokkal nehezebb helyzetben leszünk, és sokkal gyorsabban játsszuk a partikat. Tehát ugyanez a hand, hogyha poziba vagyok, simán elképzelhető, hogy checkback, simán elképzelhető, hogy valami kicsi value bet, így pozin kívül ezt jobban szeretem gyorsan játszani. És azért kezdett jönni egy-két draw. És ugye nyilván ezen az ötösön bejavultam volna sorra a riverre, ami egy kicsit jó. De hát az se jó nekem, hogyha egy action killer jön, tehát ha mondjuk hatosan van és nem fizet többet. Sokat callolok itt ebbe a spotba, meg fish, jó, legyen egy call, van egy ász magasunk. Wow. Size-ban mondjuk blokkolok azért flush draw-kat, tehát annyira nem félek a flush-től, de
szeretnék lejút szerezni. Jó lesz a 90. Ez pedig, hát itt talán a pushomnak az alja, 15 bb-n. Lehet, hogy ez egy kicsit erős. Nem vagyok benne biztos. Ez nem sült. Benéztünk egy dámapárba. Nem baj. Nézzünk akkor egy 30-at. Check. Hát ugye 9-10 bubival plusz ugye az ász a 10 bubi ász miatt én azt hiszem, hogy ezt itt nem nagyon lehet eldobni. Így viszont már ez kuka lesz. Pozícióból viszonylag keveset rézelünk a C-betekre, limp C-betekre, inkább call. Hozin kívül vannak ugye több rézünk. Itt viszont betelek. Nem akarok ingyen lapot adni. Valószínűleg olyan rengetegbe jut, azért nem fogok itt látni három handid, de mindenképpen próbálok showdownba jutni, leginkább az a tervem, illetve hát blöfföltetni. Ez jó check raise lap, illetve a spot is alkalmas rá, nekem itt nagyon, nagyon jó range-en van. 1.25. Kell baromi nagy. És akkor itt egy kis value bet 9-es ellen. 6-os ellen. Kézbe párok ellen. Kérés, hogy lehetne angolul. Lehet, hogy majd én is fogok angolul streamet tartani. Egyelőre még csak szokom a környezetet így is magyarul. No. 8 héttel azért fletelek. Tök jó. Jön a pár. Jön a call. Aztán próbálunk sodába vergődni. Kicsit kár, hogy kaptam egy extra drót a turnre. Fájóbb szívvel dobok, de nem nagyon marad stackje. Azt hiszem, hogy a flop az teljesen standard, call az teljesen standard fold. Király bubi, lehet talán race call is, lehet OS is. Most egyet rézelek. Talán itt még inkább ilyen 75 lenne a jó size. De rossz. Uh,
nem hiszem, hogy ezt el tudom itt dobni. De nem vagyok boldog, hogyha akár bubim, akár királyom van. Hát nem tudom, ez nehéz spot. Nem gyakran látok ilyet. És nem is mindig tudom hova tenni. Néha nagyon fura, néha meg teljesen vajú. Kérdés jött, hogy hogyan osztom fel az SB flat range-eimet? Hát nem pontosan értem, hogy mire célzol. Háromhanded, gondolom háromhanded, mert heads up nem tudok SB-re fletelni, azt hiszem. Csak mondjuk izót. Hogyan osztom fel? Hát azért az a stratégiámnak a része, úgyhogy ezt most itt a streamben nem mondom el. Gyertek a PPB-hez órára, és akkor majd elmondom. Mr. Francy. Hello. Kíváncsi leszek a következő ládámra. Szerintem jól futottam a három dolcsival az első ládám miatt. Nem is néztem, hogy milyen színű voltam úgy. Úgyhogy ez hogy van, de... 10 BB alatt vagyunk, Bubi 8. Hát határeset. Szerintem ezt lekollantom. Elég határeset. Bubi 9 kb. Az nagyon valószínű call itt azért. Gamblingeltem most egy kicsit. Na gyerünk, holdoljunk. Na jó. Nem sikerül följebb jutni 30-ról. Nem nyerem meg őket. Valahol mindig elvérzek. Na itt egy jó 180-as. Ha ezt nyerem, akkor megyek 100-ra. Tízes pár, itt checkback lesz, van azért backdoor flush húzóm is némi, backdoor sor húzóm, párom, tehát van azért showdown value-um, 3x-re ezt azért kollom. Ezt lenne kedvem visszatolni. Suitedből tuti, hogy játszok, valamilyen agresszívebb módon is lehet. Itt azért egy call benne van, két overgácsáttal. Jó. Tehát itt az 5-4-re van két overem, ami jó. Illetve van egy 7-es gácsátom, ami szintén jó. Én azt gondolom, hogy ez itt call. És arra tippelek, hogyha mondjuk... Hát nem tudom, mit változtat, hogyha van backdoor flush húzom. Lehet, hogy akkor többször lesz réz. Nem vagyok benne biztos. Viszont itt bejött a gin. Tök jó a checkback szerintem. Fölösleges egy potnyi pénzünk van. Nagyon tele vagyok. Viszonylag kevésbé sérülékeny azért a lapom. Blöffölt be? Semmi. 192, nem kell nagy C-bet. Hát akkor bebetelem én. Nem tudom, hogy van-e itt értelme kisebbet betelni. Az én szememben, ha ilyen exploitatív módon próbálom nézni,
az sokkal scary-bb, ha mondjuk egy fél potnyi pénzt magam előtt hagyok, mint hogy úgy, ahogy van, beteszem a stack-em. Itt pedig ez már szerintem elég szűk ahhoz, hogy fleteljek csak. Sometimes raise, sometimes call. Klasszikus a kis mondat. Nem tudom. Most kap egy clickbacket. Elég száraz a board. Jó kifutásaim vannak. Tehát igaz. Király. Ne! Hát ez... Szóval jó kifutásaim vannak. Lehetett volna kólolni is, csak akkor viszont odaadom neki a showdown-t tök ingyen a riverig, amit meg nem szeretnék egyáltalán. Nem mellesleg ugye itt a turnen beraktam volna nagyon kevés equity-mmel, úgyhogy örülök, hogy nyilván nem vagyok eredményorientált egyáltalán. Okay. Cool. Túlhúztuk. Na nézzük, csak 5-6-tal kapod a részt. Bob. Németországban kit hívnak Bobnak? Ez nem német név. Szúti dász kicsikkel jó dolog fletelgetni. Tudnak egy-két meglepetést okozni. És hát egyet kólolok. Nyilván van egy backdoor flush húzom, ez magas. Dobhatatlan. Sőt, egy backdoor alsó sor húzom is volt. Kicsit drawibb a board, mint az előbb, úgyhogy ezért egy fokkal nagyobbat betelek. Az ászom. Jó. Az érdekes. Nem akarok túl sok pénzt ebbe a potba pumpálni. Mivel overbet volt a flop, ezért ezt, tehát én itt általában az a játékom, hogy egy call és feladtam, itt ezt most feladom, kicsit weak, kicsit nit, de 6x-en vagyunk, lent van az át, lent van a király, nem jó a kickerem se, nincs nagyon extra equity-m, úgyhogy itt nyilván egy utcára nem dobunk, de miután folytat a turnön, én azt hiszem, hogy ezt elmerem engedni. Nem a 10-zel próbálom csak behúzni a lapomat. Lehetett volna talán belebetelni törnön. Nem hiszem, hogy sokszor van el a király. Egész jó a kickerem, bubikból látunk egy kis vejút. Tégy nyilván dobok. Na, Bobinak adunk egy 30-at. Jött is a dobó. Csaló PS. Mindig is csalt. Milyen király lenne, hogyha lenne olyan backing csoport, aki ad LV-dealt, nem? Akkor nem kéne ilyeneken gondolkodni. FKSLCKNFR has followed. Hi. Jó nick. Kicsit sok benne magánhangzó. Horvát vagy? Kettő, kuk.
Kuka. Én megint belelídelek. Why not? Az mi? Ez egy ország egyáltalán? Ki látott már ilyet? Nem is tudom, hogy kell kiejteni. Milyen nyelven van ez? Meg kéne nyerni ezt a 30-at, mert akkor tudnék játszani 100-at. Na jó, ha nem nyerem, akkor is azért tudok. Ez tényleg érdekelne, hogy mi. Elefántcsontpart. Ne. Beszarás. Fekete Afrika. Innen játszik az úriember. Komoly. Itt van internet. Lehet a helyi backing csoportban van. Bob mini rézel. Megnézzük mi ez. Jó rész fog. Szép. Fishinek tűnik, nem dobok ellene. Talán már az egyet vagy kettőt dobtam. Van egy párom. Az öbb is folytatta a donkot. Jó. Kivételesen 6x-en. Általában azért nem dobok donkra párt, viszont itt annyira csak rossz kimeneteim voltak, hogy... nem tudtam mit csinálni vele. Donkoljak én is. Race call, OS. Maradjunk az OS-nél. Intertops. Az egy site. Közben meg figyelem a chatet, és nem játszok. Itt a kérdés, próbálok MTT-zni is. Majd szerintem igen, tervezek. Lehet, hogy az csak szeptembertől, de tervezek majd játszani. MTT-t és mindent. Illik tudni, hogy elefántcsontpart. Hát honnan kéne nekem azt tudnom? Nem földrajz szakos vagyok. Póker szakos vagyok. Drogba? Nem a magassal check down. Az jó, 9-6-tal persze, hát azt letelni kell nyilván. Most már. Ó, megint nem túl jó ez a borda az én iso range-emnek, vagy hát az övének jobb. Úgyhogy itt check-en vagyok egyszer, és majd meglátjuk, hogy mi történik. Itt ezt elengedem.
valószínűleg nem kéne annyira mégse szélesen játszani, ellenne premiert dongmester. Jó, ezt viszont nyilván megbetelem az ászt. Hat, négy, na jó. Leves. Ugye itt eléggé lejtankolgathat a jó ember, viszont két csekkre elkezdek blöffölni, felszedni a potot, feljut szerezni, stb. Igazából bármi, bármi lehet. Persze. Nagyon jó. 160, 260, hello, holdoljunk, hatos, jaj, ezt is elcsalta a PS. Na jó, nem baj, zárásnak föllövök két darab százast, majd egyesével szépen, és Bubi 8-szal bepusolom, lehetne limp callolni is szerintem. Ez mindig egy dilemma, hogy ezeken a bordokon mit csinálunk. Minél kisebb a pár, annál többször kell, hogy c-beteljünk vele. Bubi párral ez szinte mindig tök easy check lenne. Ilyen alacsony párokkal legtöbbször bet, közte meg minél magasabb, annál ritkábban bet, én azt gondolom így. Viszont ez nekem nagyon jó kis lap. Vajon blöfföltessem-e? Avagy veljük beteljek. Inkább betelek. Öt BB call. Na most akkor ezt meg én csalom el. Tízest kérek. Ej. Hát ugye itt megint a klasszikus ászakollógatós játék. Ugye itt ez kell ahhoz, hogy tízessel is tudjunk kollolni egy-két utcát, balanszoljuk egy picit saját magunkat. És pont ez az, amiről beszéltem, hogy ha van egy olyan spot, ahol még az is előfordulhat, hogy az ellenfelünk a miénknél rosszabb lappal value betel, abba a spotba mi nem tudunk dobni. Képtelenség. Áronka. Hello. Szóval az ott nekünk call, ez igaz turnre, riverre, bármilyen utcára. Ugye nyilván potot nézünk, range-eket nézünk, és ez nagyon szép példa rá, hogy itt a legtöbben azért value betelnek királypár, dámapárt, sőt, sokszor még három utcán keresztül is, és emiatt én nem látom azt, hogy mi nagyon tudunk ászdobni, főleg mondjuk ezen a kifutáson egy hetes kickerrel, még egy-kettőnél talán jobbak is vagyunk. Bubi 9... szűk lesz. Ezt elengedjük. 4-2-vel. Itt elég dipen vagyunk. Mert a rész. Orosz. Ászos bord, az mindig ajándék ilyen szűken. Elég sok dobást látunk rá. És itt viszont, mivel jó deepen vagyunk, van kint flush draw is, meg egy csomó ilyen gutshot lehetőség itt alul, én itt szeretnék rézelni, mert egy kicsit egyrészt a bluff range-emen segítek ezzel, másrészt meg jó így gyorsan játszani szerintem. Na, sikerült ezt becsalni. És akkor
lövök még egy százast, és ez lesz az utcsó két asztalma mai napra. Hát, ha bead valami nagy szorzót, megérzi itt a végére. Hó, Ádám mester. Fold. Egy reg, két reg környéke lehet, ott azért visszamennek az ászoknak egy jó része. És itt nagy size-zal betelem a turnt, és próbálok javulni. Riverre, de nagyon sokszor kapok dobást turnön itt. Általában a limcébetnél turnön sokszor használom a jobb size-ot. Jó, egyet most már vissza is teszek, elég sokat fletelgettem. Oké. Okay. Király. Ezt húztuk. Na most egyet checkbackelek. Milyen szép lenne az utcsó 200-ast megnyerni. Ezt magassal egyet azért floatolok. Nem szerencsés amúgy, mert mint nem szabad itt az összes ász magas checkbe kell, mint nagyon gyenge lesz akkor a range-ünk turnre. 120-ig a 3 bet, nyilván call. Jajjaj. Nem vagyok túl boldog. Nem egyszerű. Eldobtam. Három X. Ezt csak fletelni fogom most. Viszont ő valószínűleg nem lesz akkor regulár. És a 3x-ben azért ilyen SX-ek közül van, aminek ez nagyon rossz board. Úgyhogy tudunk betelni. Nyilván a 4-esen tudok kollolni. Az előbb látott ezt csinálni ász magassal. Ami azt jelenti, hogy blöffölhet egy kicsit többet. És misszeltek a drók. Úgyhogy én ezt itt lekollolom. Nem tudom, hogy value betelne így 5-össel, 6-ossal value betelhet így. Wow. Ötössel is megtette. VP. Nem volt egy annyira jobb bluff kártya, ugye ez a dáma, és akkor te miatt néha ugye kicsit value heavy lesz, de pont emiatt meg betelhet is rajta, illetve hát ugye tényleg misszeltek a drók, szóval. De ügyes, hogy az ötös így lett value betelve. Tetszik. Mivel lehet, hogy kicsit gyengébb játékos, megpróbálok nem nagyon dobni ellene. Ászos board,
És ezen azért barellezni is fogok tudni. Van két overem is, a, hát mondjuk ja, nem a pár, tehát nem a sima lapra, úgyhogy ez annyit nem ér, viszont ilyen 8-as, 9-es plusz sorhozat tud nekem adni, 4-es is. Illetve hát itt azért sokat izózna ászokkal. Range előnyben vagyok. Tízöttel betelek, gyengébb játékos. Regekkel csekkelgetnék azért vele. Dobjuk el. Insta. Nyilván ezt nem lehet dobni. Szép. Illetve itt jobb oldalt nincsenek jó érzéseim, az az igazság. De megint csak azt gondolom, hogy nem látok olyat, hogy ezt én valaha el tudom dobni. Egy fish ellen nem látom egyszerűen, hogy ezt hol tudnám eldobni. Jaja. Na, GG. Ezt húztuk. Itt hagyom egy kicsit lehet gyönyörködni ebbe a képernyőbe. Hát ha a másiknak is egy kis inspirációt ad. Holdoljunk. Na jó, egy nyert, egy vesztett. Jó, hát akkor köszönöm szépen már a figyelmet. Jó kis stream kerekedett bele így a végére. Volt benne Omaha, meg százas spin, meg nyertem is belőle, úgyhogy nagyon király. Kövi alkalomra esetleg írjátok meg, akár nekem privátban megtaláltok Skype-on, vagy a PPB-nek, vagy a Facebookunkra, vagy bármelyik csatornánkra, hogy mit látnátok szívesen, milyen játékot játszunk, akár én, akár a többiek, hogy lehetne még jobb ez a stream, ugye azért viszonylag még az elején vagyunk ennek a formációnak, úgyhogy mi is próbálunk a lehető legtöbb visszajelzést gyűjteni tőletek. Írjatok, kommunikáljunk, meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Én elég bizakodó vagyok, szerintem nagyon-nagyon jó kis csatornánk lesz itt. Úgyhogy hát én köszönöm szépen már a figyelmet, good luck mindenkinek. Én egy hét múlva pontosan ugyanebben az időpontban fogok jönni streamelni, valószínűleg az is egy spin&go session lesz, addig lehet megtanulok omaházni, és akkor talán ott is már sikerül valamit elérni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok, GL!